Aszfaltozott útnak örvendhetnek a csíkszentdomokosiak, miután a helyi önkormányzat Harkita megye tanácsa támogatása révén több mint 534 ezer lejt fordíthatott felújításra. Az áfa visszaosztásból kapott pénzből majd egy kilométeres távot sikerült leaszfaltozni a község Szedlaka részében. A november 10-i átadáson jelen volt Borbó Csaba, a megyei tanács elnöke, és Bece István megyei tanácsos is. Ferenc Alajos polgármester elmondása szerint a község egyik legelhanyagoltabb részéről volt szó, hiszen nyáron a por, ősszel pedig a sár tette kényelmetlenné az itt lakók életét. A polgármester ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy sikerült rendbetenni az utcát, annál is inkább, mivel a visszajelzések szerint is nagyon pozitív volt a hozzáállás, a munkálatok alatt is a lakók részéről, akiken látható volt az öröm az új út miatt. A községnek talán, ami az utak állapotát illeti, ez volt a legelhanyagottabb része. Ez volt az egyetlen községi út, ami még nem volt rendbe rakva, nem volt aszfaltozva. Na most azt el lehet gondolni, hogy ezek az emberek, akik itt laknak életükben, ha nyár volt, akkor por volt, ha meg ősz volt, tél volt, sár volt. Tehát azt, akik mi olyan helyen lakunk, el se tudjuk képzelni, hogy nem lehet kinyitni az ablakot. Akkor azt gondolom, hogy ezzel mindent megmondtam. Személy szerint a visszajelzések nagyon jók, nagyon örvendnek az emberek, és nekem még van egy dolog, amikor aszfaltozunk, hogy amikor kihűl az aszfalt, és tele van gyerekkel az utca, akkor azt jelenti, hogy érdemes ott dolgozni. De az érdekessége még az, hogy az első szakaszt ugyancsak a megyei tanács segítségével aszfaltoztuk, és a vizeket is új rendeztük, hogy hála Istennek, hogy most azóta, amióta megcsináltuk, nem volt gond az esővízzel a tavasszal a holvadáskor, és akkor az elnök úrral közösen pontosan akkor, mikor jött a Mikulás, akkor ott kapott minket, amikor volt az útnak az átadása, és nagyon fél szájjal, de azért ígértük, hogy meg lesz ez is. Nem szoktam ígérni soha olyat, amit nem tudok biztosan, de ezt megígértem, és annál nagyobb öröm számomra, hogy kaptunk segítséget, mert ebben nincsen helyi költségvetésből semmi. Tehát ez az utcának az elkészítése, úgymond rehabilitálása, felújítása teljes mértékig a megyei tanástól kapott pénzekből van, amit ezúton is köszönök mindnyájunk nevében, akik itt laknak főleg. Bece István kiemelte, Hargita megye tanácsának ugyanúgy fontosak a kisfalvak, illetve falurészek, mint a városok, hiszen így segíthetik a fiatalokat az itthon maradásban. Nekünk bárhol, ahol a megyében van, és egy kis település, akár egy nagy településnek a kis része, ahol emberek laknak itt, és itthon érzik magukat, fontos az, hogy jól érezzék magukat, úgy érezzék, mintha éppen a városban, a központban élnek infrastrukturálisan, de közben ugye itt van ez a szép környék, jó levegő, csendesség, és ezáltal szerintem sokkal jobb életkörülményeik van, és remélem, hogy jobban érzik magukat, és itthon maradnak. Borbő Csaba megyeelnök hangsúlyozta, itthon is meg lehet teremteni azokat a feltételeket, amelyekért a fiatalok a külföldet választják. Ezen munkálkodik a megyei tanács nap mint nap. Örülök, hogy sikerült javítani az életminőséget Szedlakán, hiszen így talán a fiatalok elgondolkodnak, hogy itthon is lehet azt az életet élni, amit külföldön, itt a jó levegőn, a kellemes környezetben, fejtette ki a megyevezető.